Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Mindensegít Podcast 17. adásában. A 16-ban Záher Gábor volt itt a vendégünk, tök jót beszélgettünk vele, de amikor véget ért a felvétel, akkor a szóba került, hogy egy kicsit többet beszélgethettünk volna arról, hogy milyen problémákat okoz a drog, illetőleg, hogy mennyire kicsinálja az embert. És akkor hát arra gondoltunk, hogy hát a Záher Gábor nem feltétlenül hiteles, mert hát ő nem volt egy komoly szerhasználó, vagy egyáltalán nem volt szerhasználó, azt nem tudhatjuk. Null tolerancia az a drogokkal kapcsolatban, null toleranciát hirdet, úgyhogy nem. És akkor amikor beszélgettünk erről, akkor eszünkbe jutott, hogy van egy olyan híresség. Mondjunk valamit, az a lényeg, hogy itt van nekünk... Az ügyeletes leszakott drogosa. Disgusti, szia, ciao. Akiről, hát ugye azt kell egyfelől tudni, hogy MMA harcos volt, aztán az Európa szépe Laki Zsuzsit vette feleség, és van két gyönyörű lányuk, illetőleg, hát most már mondhatom, hogy színész vagy, mert hát a Külön Falka című egész estés játékfilm főszerepét megkaptad, és ebben szerepelsz, és hát az is tudva levő rólad, hogy az életednek egy korai szakaszában heroin függő voltál. És hát arra gondoltunk, hogy egy ilyen komoly életpályát átbeszélni, az szerintünk nekünk egy nagyon tartalmas és tanulságos beszélgetés volna, úgyhogy eddig köszönjük szépen, hogy eljöttél, és itt vagy. Köszönjük, hogy itt vagy. Mindenkinek, Guszti, azt szeretnénk megkérdezni tőled, és hogy egy kicsit így vázoljuk föl azt, hogy neked mi a meglátásod azzal kapcsolatosan, hogy egy ember miért kezd el különféle szerekhez nyúlni? A Rigó Dokinak, a Rigó Fioros úrnak róla azt kell tudni, hogy ugye én a Lipóton találkoztam vele, most már ő is a Jász utcai drogambulancián dolgozik. Akkor még ugye fönt a Lipót, meg volt még a Lipótnak a, jól tudom, a 7-es osztályát vezette. Ő volt nekem, aki így, hát így orvosként, akivel így a legjobban, leginkább megtaláltam a hangot, aki a legtöbbet tudott segíteni, aki végre nem csak gyógyszereket írt fel nyakra, főre a vég nélkül, hanem így az okát kereste, hogy miért. Az ő ajtaján olvastam egy feliratot, remélem, hogy jól el fogom mondani, hogy és szerintem egy nagyon tanulságos dolog, a drog helyett nincs semmi, a drog van valami helyett. Az, hogy most így az én életemben, gyerekkoromból mi az, ami kimaradt a nevetetés szintén, ezt is hagyjuk, vagy talán nem is maradt ki semmi, egy értelmiségi budai családba születtem. Maradjunk abban, hogy a szüleimnek egészen egyszerűen sok dolga volt. Édesapám a magyar grafikai vállalatnak volt az elnöke, anyám a mindennek is, ő ugye egy bíró, jogász. Dolgoztak egyfolytában, otthon voltunk, volt pénz. A problémák akkor kezdődtek, amikor mi Budáról, ugye Budán születtünk, a fönt a Jánoshegyen. József Béla út tetején, addig ott így minden rendben volt, átkötöztünk, ugye Angyalföldön kapott édesanyám a belügyminisztériumtól, akkor a belügyminisztériumnál dolgozott, és kapott egy lakást. És hát így megörültünk ennek, mert akkor végre külön szobája van mindenkinek, ez egy sokkal nagyobb lakás volt, tök jól el tudtuk akkor adni fönt így a József Béla. Úgyhogy úgy nézett, hogy ez így jó lesz, hogy működni fog. Senki nem, hogy mondjam, gondolt utána, nézett utána, hogy ott így a... Hát, mert erősen megváltozott, maradjunk abba itt az összetétele, a társadalmi, vagy az összetétele ugye a budai és az Angyalföld között. Voltak mindenféle problémás ugye emberek, akikkel hát az elején ugye nekem is volt problémám, aztán ezt nem tudtam másképp kezelni, én is próbáltam erőszakkal. Ezt ugye nehezen tudtam összeegyeztetni magammal. Én alapvetően, de már ide vagy oda, én nem vagyok egy, nem tartom magamat egy erőszakos embernek. De ott egészen egyszerűen nem tudtam én sem mást erőszakra reagáltam. Pont rossz ütemben apám is elfújta a gyertyát, ugye kapott egy hátsó fal szívinfarktust. Voltam 14 éves, hazajöttem az általános iskolából, és megtaláltam, hol voltam az apámat. Ami hát maradjunk annyiba, hogy megint csak nem tett jót a személyiség fejlődésemnek.
És hát ott kezdődtek, igen, én a heroint úgy szívtam először, hogy azt se tudtuk, hogy mi az. Tehát akkor kicsit összefoglalva, 14 évesen rátalálsz halott édesapádra, ami már gyanítom, hogy egy elképesztő sok, és ilyenkor jön az, hogy már eleve egy olyan közegben voltál, ahol könnyedebben ezek szerint hozzá lehetett jutni droghoz, és megkínáltak téged valami barna porral, amiről úgy tudom, hogy nem is tudtad még akkor, hogy az micsoda. Nem, konkrétan fog senki, aki adta nekem, azt se tudta, hogy mi az, csak hát ugye akkor ott már ugye csibészkedtünk, azért barátkoztunk mindenkivel, ott a arabokkal, a törökökkel, a ukránokkal, mindenkivel, és egyébként ilyen török vonalról jött a sztori. Atlantis volt akkor már bezárt régen, volt egy biliárdszalon a Váci út mellett, és ott szívtam először, és kérdeztem, hogy mi ez. És láttam, hogy mindenki szívja, hogy a többiek is szívják, meg láttam, hogy hát furcsák, hogy ilyenek lóg az arcuk, ezért a tű, a pupillájuk, és hogy ők is felszívják, mondta, kérdeztem, hogy mi ez, mondták, hogy nem tudják, de kurva jó szívják bele. És akkor így szívtam először. Nem lett ez, hogy mondjam neked ilyen, nektek ilyen, hogy mondjam, első látásra szerelem, hanem utána még igazából történt még sok olyan dolog, ami egyre csak ezt jutatta eszembe, hogy szeretnék ilyen nyugiba lenni magammal, világgal, mindene. De akkor a szer, amikor először felszívtad, még nem adta meg ezt a megnyugvást? De megadta, csak talán nem tudom, akkor még azért elég fiatal voltam, tudod, hogy robban a tesztoszteron, nyár, csajok, ezért, akkor még egy seggel vitt úgy, mint később a heroin. Csak aztán, ahogy így mondom, bonyolódott az életem, nehézségek, mindenhonnan kirúgtak, oda is, onnan is, ahol nem is jelentkeztem, teljesen mindegy, hogy miről beszélgetünk, iskoláról, bármiről. És hogy mondjam, nekem mindig voltak föl, hát nem mindig, vagy inkább úgy mondom, akkor, hogy apám halála után voltak ilyen beilleszkedési problémáim, úgy nehezen. Nem azt, hogy nem nehezen találtam meg a hangot, nem is akartam megtalálni a hangot senkivel, maradjunk annyiba. Annyira lázadó voltál, vagy egy zsíros? Alapból is, és onnantól meg nem tudom, utáltam, haragudtam az egész világra. Aha, hát igen, ez pláne önmagában szerintem egy tinédzsernél ez teljesen normális, pláne, hogyha egy ilyen trauma érde, akkor aztán nem is volt, nem volt jó útunk, úgymond jó a kapcsolatunk. Apám ráadásul egy erőszakos alkoholista ember volt, ütött, vágott, a semmiért is. Hát ugye a cukor tudjuk, hogy tud idegelvezetési problémákat okozni, főleg másnap. Neki is volt, de ezzel együtt, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, ez akkor is ezzel együtt egy család volt, és amikor visszagondol az ember, akkor igazából csak a szép emlékek vannak meg. Uh-huh. Ezek az emlékek ilyen tudatosan, vagy tudatalat, nem tudom, de törlődnek. De a lényeg, hogy nem volt igazából jó a kapcsolatunk, nem fognám erre, hogy mi olyan a betyár kurva jobban voltunk a faterrel és azért, hanem egész egyszerűen szörnyű, tehetetlen, rendkívül, mi világértelme utáltam az ilyen lehetetlen, tehetetlen helyzeteket, ahol az apámat bármennyire gáz, de amikor már így rúgdostam a földön, hogy keljen föl. Amikor megtaláltad? Igen. Úristen. És összetörtem mindent, az egész lakást, kezeimet, mindenemet. Szóval, hogy igen, mindenféleképpen trauma volt, és hát ezt próbáltuk kezelni. Akkor ez egy menekvés volt, hogy hozzájutottál ilyesféle szerekhez, ami kikapcsol a mindennapokból. Igen, meg utána mondom, elkezdtem egy olyan társaságba olyan eljárni, olyan dolgokat csinálni, amit én így nem tudtam összeegyeztetni magammal. Nekem egy ilyen tisztességben megőszült, mondom, jogász édesanyám van neki, mert azóta is fantasztikus a viszonyom nálunk, ez egy ilyen elképzelhetetlen dolog. És hát ezzel együtt én voltam, én minden csak akasztott ember, nem voltam én büntetve, pont a heroin okán egyébként nem ültem börtönbe, fegyveres rablásért is. Na már most én hogy mondjam neked, én alapján, én egyébként nem vagyok egy ilyen fegyveres rabló típus. Ez elmesélt, hogy mi történt? Tartozású, egy nőt, ilyen angyalföldi sztori, én visszahoztam pénzt, engem nem akart kifizetni, ezek után bementem a boltba, és volt nem egy rossz gázpisztoly, nem volt semmi diót törni lehetett vele, csak hát ilyen fegyvernek látszó tárgy.
És mondtam, hogy figyelj már, mondom, ez is lehet másképpen beszélni, ezt előtte valami filmben láthattam szerintem. Akkor így hirtelen jó ötletnek tűnt, a nőnek sokkal több össze volt, mert kinyitotta a kasszát, hátralépett kettőt, és amikor belenyúltam, akkor elkezdett visítani, hogy rablás, rablás. Én meg annyira nem tudtam hirtelen szét, és voltam csapva, ezért a fegyvert is ott hagytam a pultom. Csak aztán olyan orvosi jelentésem volt, a bírónő azt mondta tárgyaláson, azt mondta Gusztáv, azt mondja, adjuk, azt mondja, ennyi, miköze volt a rabláshoz, azt mondja, ezzel együtt magánál fegyver volt, és pénzt vitt el a helyszínről, azt mondja, soha senki még nem állt fel úgy előlem itt a bíróságon, hogy nem ment volna azon a börtönbe, azt mondja, maga lesz az első, azt mondja, itt fogom a kollégák papírjait, azt mondja, azt írják, hogy magával, maga állapotával a börtönkórházi körülmények között sem tudnak mit kezdeni. A szerhasználat véget? Igen. Ugye akkor már ilyen merev görcsös rohamokat kaptam. Nem is igazából erői miatt, hanem akkor már ugye elkezdtük a Rivotrit mellé szedni, a Noxiront, a mit tudom én micsodát, ami még ilyen megtolta még egy úgymond a hatását ennek a történetnek, nem kicsit. És hát teljesen, hogy mondjam, elvesztünk ebbe. Én a gyerekkori barátaimat, akik ebbe belecsúsztak, én gyakorlatilag, hát most így... 80%-át eltemettem, ott voltam a temetésén, voltam, amelyiknek az anyját húztam ki a sírból, mert mászott a fia után, és mellettem halt meg. Szúrta magát? Szúrtuk magunkat, mind. Ja. És azért nem mentél börtönbe, mert akkor egy rehabilitációt írtak neked elő, igaz? Kaptam, én ízét felfüggesztettet kaptam, meg a hogy volt, hogy igen, vissza kellett mennem ilyen kényszergyógykezelésre a Korányba, és akkor utána még ugye felfüggesztetnek a kritériuma volt, hogy nekem egy ilyen, az mondjuk egy jó sztori, hogy egy ilyen, kényszer, hát ez is ilyen kényszergyógy, vagy utókezelés, mit tudom, van a lényeg, hogy van ez a Ráckeresztúri, hát nem kéne mondani, de mindegy, elmondom, Ráckeresztúri református otthon, és oda kerültem. De hát mondom, ezzel kezdtem, mindenhonnan kirúgtak eddig, mindenhonnan, innen is. Innen azért rúgtak ki, mert azt mondták, idézem a főnökasszonyt, ugye, csókoltatom, hogy nem vagyok méltó az ige befogadására. Ez úgy nézett ki, hogy ez egy református intézet volt, ahol heti 5 nap, vagy talán minden nap, tudja, nem tudom, nem is érdekes, úgy kezdtük a napot, hogy reggeli áhítat, biblia rész, és akkor ezt ők nekünk a DJ reformátusok elmagyarázták, hogy én azt hogyan értsem. Mm. És ezt tudod, olyan, mint az amerikai filmekben, amikor ez a röhög a háttér, hogyha viccesnek érzem, akkor én majd röhögök, szóval nekem nem utassák meg, hogy mikor kell röhögni, mint hogy a református lelkész se magyarázza el nekem, hogy én mikor higgyek, meg hogyan higgyek, meg mit tudom én, van Isten hitem, ott leragadtam, hogy emeld fel a követ és megtalálsz. Szóval nekem nem kell ezért a református egyházba sehol se elmennem, de mindegy, nem szeretnék ebből ilyen, hogy mondjam, valási kérdést csinálni véletlenül se, túl vagyunk ezen is, kirúgtak, nagyon nagy szerencsém volt a pártfogóval, a anyámat hívtam, amikor kirúgtak Ráckeresztúrról, és ugye ő nálunk az ügyeletes jogász a családban, és mondta, hogy hát azonnal hívjam fel a pártfogó felügyeletet, mert hogy az egyetlen lehetőségem, hogy vele meg tudok beszélni valamit, hogy ez, mert ha nem, hogyha ez kiderül, akkor egész egyszerűen értem a rendőr elvisz, és böri. Föl is hívtam, hogy a pártfogó felügyelet, mondta, hogy itt ülök, mondtam neki, hogy a vonaton ülök, hogy jövök haza, akkor kaptam vissza a telefonomat, ott Ráckeresztúr, elvették minden. Ezért jövök haza, és hogy mondom, kirúgtak Ráckeresztúr, és mondta, hogy jó, rendben, azt mondom, azonnal idejön hozzám, azt mondja, van egy kis esze, akkor nem találkozik senkivel. Bementem hozzá, Nyugatinál volt, nem tudom, hogy még ott van ez a pártfogó felügyelet, és bementem hozzá, kérdezte, hogy mit keresek itt. Mondom, kirúgtak. Azt mondja, ezt látom, ezt miért rúgták ki? Hát mert mondom, nem vagyok méltó az ige befogadásán. Na, azt mondja, a kirúgás, a feltételi, azt mondja, intézmény engedély nélküli elhagyása,
intézmények belül kábítószer fogyasztás, lopás vagy erőszak, meg mit tudom, én felsorolt egy pár dolgot, azt mondja maga egyik se, azt mondja maga azért ül itt, mert nem méltó az ige befogadása, rendben úsztál, hazudott, innen börtönbe megy. És főhívta ugye ott a vezető lelkész hölgyet, hogy hát itt ül a dic velem szembe, és hogy idézem, hogy maguk kirúgták, mert hogy nem méltó az ige befogadására, hogy igaz-e? Hát ott szót követett, arra emlékszem, hogy az utolsó kérdés, amit föltett neki a pártfogón, hogy árulja már el nekem, hogy mégis mit jelent maguknál méltónak lenni az ige befogadására, és ugye letette a telefon. És tűnt ránézett rám, hogy és most ő mit csináljon velem. Megmondtam a vállamat, nem fogalmam sincsen. Mennyi idős volt akkor? Fú, nem tudom ezt kiszámolni most. Most vagyok 45, négy éve színész vagyok, előtte 10 pár évig voltam sportoló, ez azelőtt volt, mit tudom én. A lényeg, hogy hol hagytam abba? Az, hogy a pártfogó. A pártfogó, azt mondja, hogy egyébként nem, hogy voltam, 24-25 éves lehettem, ugye a heroinból is ilyen 10 év volt meg, ilyen 10 éves etapokra tudnám így felosztani igazából az életemet. És egy 10 év újig voltam ugye heroinfüggő, a lényeg, hogy úgy lett vége ennek a dolognak, hogy mondta nekem a pártfogó, hogy idejött, ja, azonnal csináltatott, vagy csinált drogtesztet ott a Csabba, le kellett pisálnom a drogtesztet, és mondta, hogy idejött, azt mondja, nem hazudott, azt mondja, negatív a drogtesztje, azt mondja, kap tőlem egy lehetőséget. Azt mondja, amit egymással megbeszélünk, amíg az úgy van, amíg az tartja magát, azt mondja, én elfelejtem jelenteni fölfele, hogy nem teljesült a kritérium az ideiglenes szabadságvesztésnek. Első, hogy elmegy dolgozni, megvolt, hogy hol lakom, időnként be kellett mennem hozzá, drogtesztet le kellett pisálnom, fölhívta a munkahelyemet, hogy bementem dolgozni, mit tudom én. Ez elején nem is volt jó fej igazából, de aztán így lassan így engedett föl, szerintem a végén így egészen, hogy mondjam, jó hangulatban váltunk el. El is mondta, hogy ő nem hitt bennem, ő nem gondolta, hogy én ezt így végig fogom csinálni. De hát akkor gyakorlatilag én már elkezdtem sportolni is, amikor így vele utoljára találkoztam nekem. Hogy közben szólok, csak azt kíváncsi lennék, mert mielőtt rátérünk arra, hogy a sport az mennyiben segített hozzá ahhoz, hogy ebből a sztoriból kiszállj. Egy kicsit meséld már el, légy ő kedves, hogy milyen belőve lenni? Milyen az, amikor az ember fölnyom egy adag heroint? A Trainspottingot nagyon szeretem. Abban van egy olyan rész, amikor azt mondja, hogy gondold el, hogy milyen az a legjobb orgazmus, amit valaha átéltél, és szorozd be 1 milliószor. Állítólag a heroin ugyanarra az agyközpontra hat, ami az orgazmust is stimulálja. Hát nem akarlak elkeseríteni, egyrészt ne így ne próbáld ki, ezért, mert így a Trainspottingban láttam, ne próbáld ki. Elején jó, egyébként adja, jó feküdni, vakarózni, mindent jó, egész egyszerűen a gondtalan élet, a teljes, egyszerűen semmi nem zavar, semmi problémád, a teljes megbékélés a világgal, önmagaddal, mindennel. És közben igen, meg jó érzés is, és szimplán csak az, hogy fekszel és vakarozol és zsibbac, és attól kurva jó, és időnként rágyújtasz egy cigire, mert az így mindig így meglöki ezt az egész dolgot, és ugye el vagy órákig szótlanul az elején. És akkor lejössz róla, másnak milyen? Nem okoz problémát, amikor ez így megszokássá válik, akkor ez az már így a létfenntartás. Szóval az, hogy például azt az elején, ugye mi is az órunkba szívtuk, utána hamar váltottuk, elkezdtük folyatni, füstölni alufóliát. Egész egyszerűen annyira mocskos volt a cucc, hogy ami ott kiégett, tehát az a serpenyő, nem láttál még olyat. Aztán végén azt simán belőttük, hozzá kell tegye, hogy nem csináltunk belőle aztán gondot. És ahogy mondom, ez ilyen, először a lövés is jó volt, ugye mindig ilyen szinteket lépsz. És amikor először belőttük magunkat, akkor szárahozott a jóisten, a rettenetes kurva jó. Igen, ám csak mondom, ez is egy ilyen pár alkalom. És utána ez így átfordul, mondom, egy ilyen menekülésé. Egész egyszerűen ugyanezeket a jó érzéseket az elején nem, de amikor mondod, hogy hozzászoktál, és ugye az elvonás jelentkezik,
az viszont egy undorító mocskos érzés. Szóval, hogy ezt így nem kívánom senkinek az ég egy adta világon. Mit érzel? Mi ne le tudnád írni? Ahogy amikor be vagy lőve, és jó, és elkap, és jó a cucc, és minden ugye a lelked az egekben, és tényleg minden semmi se fáj, úgy rátszakad a világonja, olyan a fájdalomérzet, bármi, a poharat megfogod, és az fáj, hogy megfogtad a poharat. És ráz az ideg, folyik rólad a víz, de közben ilyen hideg verejtékezés, mert ugye ki vagy hűlve teljesen a kezéd, a végtagjaid, a izéd, meg hát ugye vannak út, mondjuk már ez a gyógyszer korszak, szóval amikor már így elkezdtem, ugye segítséget kértem a drága orvos soktól, és hát találkoztam én is ugye mindenkivel, amíg eljutottam végül a Rigóig. A Rigó volt az első, aki azt mondta, hogy Gusztáv, azt mondja, itt a jegyzetőm, azt mondja, hogy mit írjak föl, mondja, maga mondja meg, mert tudja, hogy miből mennyit szokott beszélni. Azt mondja, vagy tényleg azért jött el hozzám, mert le akar szokni, mert akkor azt mondja, azzal kezdődik, hogy ezt elrakom. És igenis, ebből, hogy mondjam, bele kell állni, meg kell szenvedni mocskos módon ezt az egészet, hogy egészen egyszerűen megtanult. Szokták volt ugye szűznek maradni, és megbaszva lenni, ez egyszerre így nem megy. És ezt nem tudod, ezt a 10 évet utána kitörölni nyugtatókkal, kedélyállapotjavítókkal, altatókkal, görcsoldókkal, mit tudom én, nem tudod áthidalni. A heroin az annyit ad, hogy az, hogy te nem érzel elvonást, vagy hát sokkal könnyebb, ugyanúgy gyógyszerekkel is szét tudod csapni magadat. Ugye azok is ugye van, amelyik ugye ez a morfin hatású, vagy ugyanazon a, hogy hívják, on kapcsol, ezt ugye nem tudom jól kifejteni. Szintetikus morfin ugyanazt a központot izgatja az agyba gyakorlatilag. Csak hogy mondjam neked, hogyha ott ezt így nem szenveded meg, ezt az egészet, nem mész szembe, nem állsz bele ebbe az egészbe, hogyha ezt is úgymond így meg akarod úszni, akkor nem fog sikerülni. Hogyan jutottál odáig, hogy neked segítségre van szükséged? Egyébként elég hamar eljutottam odáig, csak mondom, én is ugye találkoztam mindenkivel, orvossal, mindenkinél voltam, mindenkinél is. Ugye a toxikomám kapcsán a toxikomám, mi a Csernusnak voltunk ugye az első katonái, csak aztán ugye kiszerettünk nagyon, hát legalábbis én a Csernusból, a győző az nem, rajta látszik is. Kiszerettem a Csernusból, megszakadt a viszonyunk, és mondom, szerencsére találkoztam Rigóval, aki meg, hogy mondjam, így beleállított így minden szarságomba, így tükröt mutat, tartott magam elé, hogy szembesüljek ezzel, amit én próbáltam így elsegetni magamtól. Gondolatokat, ezt így nem, ez van, bazd meg, ez vagy te. Tehát az elsősorban egy lelki kihívás volt akkor, ha össze lehet hasonlítani, tehát inkább belső pszichológiai betegség ez a függőség, mint testi? Mindenféleképpen. Valaminek így a fizikai része az, hogy fáj, meg hogy görcsöl, meg hogy mit tudom én, elmúlik minden. Ezt megtanultam a sportban is, ugye a sérülése kapcsán. Egy vereségnél az a lelki terv, amit egy vereség okoz, amikor te így nagyon szeretnél hozni egy meccset, egy nagyon beleéled magad, hogy most ezt igen. Én ugye a végén, ez már az MMA sztori, de csak egy párhuzamot akarok volni, bocsánat, ebből a történetből, hogy ott nekem 3 vesztes meccsen hagytam abba. Egy amúgy sikeresnek mondható karriert. És egészen egyszerűen sérüléssel is járt, rengeteg sérüléssel, komoly sérülésekkel, agyam is, bagytős gyulladástól kezdve sorolhatnám, ennek is megvoltak a maga következményei, de az a fájdalom, amikor így egy 30 000 ember előtt picsáznak meg, amikor bevonuló zenét csinálnak neked, és mindenki hisz benne, hogy és te is elhiszed, hogy most igen, és most megmutattam, és fölmegyek, és szóval is ezért, és utána a végén nem tudod összerakni magadba a képet, hogy hogy vertek meg, mert nem emlékszel az egészre, és azt feldolgozni, az sokkal rosszabb. Ugyanez van a heroinnál, hogy ennek ugye a lelki részét, azt, amit ez így kivált, amit így kezelsz magadban, amivel újra szembesülsz, aztán a hiányával, ez a hiányérzet, ez hát az elhagyasodásnak maradjunk abból, hogy vannak szintjei.
ugye látjuk ezt az alkoholnál, ez ugyanúgy megvan a heroinnál is, a szerhasználatnál, akkor úgy mondom, vannak mindegy diszkó, parti drogok, aki hétvégén mulat. Onnantól kezdve, hogy már így elkezdesz úgy menekülni mindenki elől, egy pár barátoddal tartod a kapcsolatot csak, és kerüled az embereket, kerüled a családot, és így teljesen bezárkózol, hát igazából ott kezdődnek a komoly problémák. Sűrű, mint a pörkült, mi? Ja. Jó. A hernyó mellett mit toltál még ilyen? És tehát, hogy akkor 10 év volt az, amikor keményen rajta voltál a szereken, és mi volt még az, ami... Igazából volt minden, mint a búcsúban. Ugye ez alkalomszerűen igaz, de ragasztott az, hogy eljutottunk addig a pontig, hogy mindegy volt már, hogy mit szívtunk. Mi ez? Hapszifonpatron. Nagyon meg csak... Vagy abban van még a régi. Hát olyan kék lesz a szád, nem? A kék lesz a füled is, a tök mindegy volt, teljesen mindegy volt, csak üsön. És hát ki az a hülye, aki abszív, vagy ki az, aki a technokorapidot nekiáll, és meg amit tudom, nitrohigítót, vagy lakhigítót szívni, most gondold végig. Teljesen mindegy volt, csak hogy hogyan csapjuk ki magunkat a folytunk a földön, és az alkohol nem segít ezen? Nekem például sosem voltam, én nem vagyok egy ilyen alkoholista típus, mindig ilyen drogos típus voltam inkább. Nekem bármikor azt tudom mondani a piára, hogy nem iszom. De azzal együtt, hogy tök szívesen megiszok egy-két-három sört, nem szeretek berúgni, nem szeretem a részegség érzetét, nem hasonlítanám a kábítószer hatásaihoz egyiket se. Én nem szeretek részeg lenni, nem tudom az egyensúlyomat, azt utálom. Azt utálom. Ezzel együtt mondom, most ugye szauna után vagyok, egy-két sört megint tök jól esik, mert tök jól visszatölt, de az alkoholnál nekem sosem alakult ki ez. Inkább mondom, ez drogra volt jellemző. Minden szart beszettünk, volt nekünk is, mi is voltunk diszkóban, és akkor ettünk ilyen színes bogyókat, meg spidet szívtunk, meg ugye mi is, amikor éppen valami is jobbat húztunk, akkor szívtunk mi is kólát, sőt speedból, kurva jó dolog egyébként. Azt mondják, ez nagyon brutál. Igen, a DGH-n attól csinálta ki magát. Hát egy páran kicsinálták már magukat vele. Szóval el lehet ebbe menni, el lehet veszni. Ugye mondom, hogy ilyen lépcsők vannak. És egy darabig elég az, hogy szívod az orrodba, utána mondom, utána egyszer belőtted magad, utána már lőnöd kell. Ha egyszer bevettél mellé két milligrammos rivotrét, és úgy lőtted be magadat, akkor utána már csak úgy akarod. Aztán egyszer megszúrod magad heroinnal és kólával a vizét, akkor utána már... Szóval, hogy ebbe is a határa... A haláltól nem féltél? Soha. Többször élesztettek újra, de soha nem volt halálfélelme. A korányiba csajom is lett egyébként, akkor még medikus volt, és imádtam, tök jó csaj volt, együtt éltünk egy darabig, amikor miután álltam a cuccról, mellem egy csapkodt, hogy maga miért itt akar megdögleni, és a fő sem, hogy mondjam, igazából nem veszítettem volna és gyors semmit azzal, hogyha megdöglöm. Semmit nem volt, mindenkivel megromlott már a kapcsolatom, anyámmal, családommal, nem volt egy normális csajommal, semmi, voltak tróger, ugyanolyan tróger barátaim, mint én, testvéreim, bocsánat, mondom, két hetente voltam temetésen. De akkor lementél a legaljára. Hogyan tudta odé feljönni? Mert összeáll a szar, azért kell elmenni az aljára, mert ott így összeáll a történet, és onnan már így gyakorlatilag eljutottam odáig, ahol már nem volt más lehetőségem, csak az, hogy leszokok. Az, hogy a börtön, én ugye egy nagyon szabadságvágyó ember vagyok, világéletemben az voltam, a börtönnel ott lett volna baj, ott kirúgták volna, ott szerintem én felakasztom magam. Szerintem én felakasztom magam, a saját életem ellen fordulok, mondom, és semmi nem volt, ami visszatartson ettől, és mondom, halálfélelmem nem volt. Ezt így teljesen kikapcsolt ez a dolog. Mondom, mi kellett ahhoz, hogy te életben maradj a társaid ellentétben, és mi kellett ahhoz, hogy elég legyen neked ebbe a szarba, és elrugaszkodjad aljáról? Figyelj, nem akarom én ezt, hogy mondjam, a minden itt a nap is jó irányba sütött, maradjunk abba. Szóval nekem pont jó ritmusba jött a rabimtól kezdve az, hogy ugye kaptam a pártfogó felügyelőt, hogy végre találkoztam a Rigóval, hogy teljesen megromlott a kapcsolatom az édesanyámmal, a testvéremmel,
ugye hát viccelsz, loptam otthonról anyámtól, meg ilyen dolgokat csináltam, amit úgy utólag én is elsiedek, de akkor mindegy volt, csak cucc. És a teljesen már, hogy mondjam, elveszítettem mindent, és az egy jó kapaszkodó, amikor elveszítesz mindent. Akkor az az utolsó lehetőséged arra, hogy kimásszál ebből az egész történetből. Ami óriási szerencsém volt, hogy ugye akkor már volt a pártfogó, ugye rendszeres drogtesztre jártam, és volt egy ukrán barátom, ilyen Janov, aki járt fel hozzám zenélni. Én ugye szeretek ilyen, nem játszom ugyan semmi a hangszeren, ezzel együtt szeretek zenélni. És járt fel hozzám, írtam neki ilyen szövegeket, egyfolytában ezt a Rózán Baumot meg Vizockit énekelte azt hajzét, és akkor mondta neki, hogy ebből elegem volt, és elkezdtem neki szövegeket írni magyarul. És hát ilyen izék voltunk, manosok voltunk, csibésznek gondoltuk magunkat, piszkálódtunk tudod egymásra izét, és mindig izét mondta nekem, adjál a békén, azt mondja, az unoka, vagy nem, bocsánat, nem unoka testvére, azt mondja, van egy haverom, azt mondja, el. Van egy haverom, azt mondja, a meled ígér, azt mondja, két kezedből masnit köt a hátadon. És ezt így hallgattam, mondom, a haverod, a műzőt, mondom, addig hallgattam, míg egyszer mondta neki, hogy figyelj már, mondom, menjünk már le a haverodhoz, mert kíváncsi vagyok, hogy mondom, a mellém ígér és a izét, mert hogy ott régen például Dagályon volt középen ott ez a csibész pörkült, és ott állandóan ment a virtus, hát gondolhatod, és ott is ment így a birkózás. A nem idén barnult srácokkal azt gondolatod, a lényeg, hogy nem akartam ezt így elfogadni. Ráadásul, amikor Andrejjel találkoztam először, Andrej ugye rendkívül visszafogott, ő egy ilyen, hogy mondjam, nem, nek mondják, ez fluorgégész orvos, egy rendkívül intelligens, visszafogott. Hamburka, akkor még nem is volt mester, akkor még ugye barna öbben volt, a Max még nem volt Magyarországon, és a lángvasosban, nem tudom, a vasoshoz, nem tudom hova, már nem emlékszem, megmondom őszintén, hogy hol volt az első edzés, ahova lerángattak. Ez jiu-jitsu vagy? Brazil-jitsu, így van. Brazil-jitsu. A jiu-jitsu és a brazil-jitsu között van egy kis különbség. Erről majd visszatérünk. A lényeg, hogy hát így az lett, amit a Viktor mondott, rendkívül szimpatikus volt az Andrej, oda mentem egy rossz, ilyen köcsög, ilyen angyalföldi habiszti stílusomba, ezért, hogy mondom, a haverod azt mondja, hogy te mondom, bárkinek a két kezéből, és mondom, én erre kíváncsi vagyok, és mondtam, szervusz, Banik Andrej vagyok, és hogy mondom, igen, mi brazil jitsuzunk, és hogyha mondod, akkor persze állja be, nem árt egy kicsit bemelegítened, mert mivel be vagyunk melegítve. Vettem két nagy levegőt, tudod, már éreztem a pöcsömet, és ugye, és hát igen, végül az lett, amit a Viktor mondott, a két kezemből masnit kötött André a hátamon, és én ott álltam, ott adtam, és szélén kamilláztam, és így néztem a csávot, és most mondom, ez hogy? Azt se tudtam, hogy mi történt velem, hogy csak azt éreztem, ilyen álltak 10-20 másodpercenként, hogy valami elviselhetetlen fájdalmat érzek, vagy a karomba, vagy a lábomba, vagy egész egyszerűen nem kapok levegőt. De csak milyen fizikai állapotban voltál akkor, amikor 10 év drog és szerhasználat után elmész egy ilyen edzésre? Hát mindenféleképpen rosszba magamhoz képest, rosszba ugyanakkor. De előtte bármit te sportoltál? Vagy milyen sportoltam, gyereknek fociztam, ami egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy jó időben jó választás volt, mert ugye én pont akkor fociztam ilyen 10-től, 9-10 éves koromtól, ilyen 14 éves koromig, amíg Angyalföldön nem költöztünk. Angyalföldön is próbáltam folytatni, de azt, amit a Hidegkútba Jóska bácsitől Isten nyugasztalja, megkaptam, azt már nem éreztem Angyalföldön, úgyhogy ott abba hagytam a focit, viszont pont az a periódus volt, amikor ugye jól fejlődik a tüdő, a szív, úgyhogy rajta mi nem látszik, mert most Isten tudja hány sport, küzdő sport, profi sport után is úgy nézek ki, mint akit a napon felejtettek, de hogy mondjam, ilyen tudjuk, ez a vékony, inas, ez a pornofilmekben is jól mutat egyébként. Én például most a filmezés kapcsán én sokáig én azt hittem, hogy nekem voltak ilyen filmes ambícióim, de én azt hittem, hogy felnőtt filmekben fogok főszerepeket vállalni sorba egymás után. És hogy gyakorlatilag jól bírtam, meg hogy mondjam, nekem is, bennem is volt, mindig meg volt ez egy ilyen küzdeni tudás, csak itt az Andrejnél ez így kevés volt, kevésnek bizonyult.
és annyira mély hatást gyakorolt rá, úgymond ez a, ez a történet, hogy ez egy szombati nap volt, szombat délelőtt, és én hétfőn ott voltam az edzésen, az elején még nem volt minden nap edzés, szerdán ott voltam az edzésen, pénteken ott voltam az edzésen. Aztán amikor megjött Magyarországra a Max, a Bencék, Zákonyi Bencék, behozták a Maxot, akkor, akkor ott minden nap edzés, délelőtt edzés, délután edzés, és én gyakorlatilag én a drogot, ez egy ilyen vált, a sport, a versenysport, az elején nem feltétlenül beszélnek versenysportról, de az, hogy... kiváltott. Kattanás. Ez egy ilyen kattanás, ami örömet okoz. Igazából. És így, így nálam ez is egy váltás volt, egy drogváltás. A versenysport ez már mindenféleképpen drog. Szóval, hogy ott az, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, meg nem is igazából azóta keveset beszélek pszichiáterekkel, viszonylag tartom a, egyébként például Rigó Főorvos úrral is baráti viszont ápolók, viszont ezeket így nem beszéltem meg vele, szóval, hogy, hogy ott is az, amikor például fölmész, és egy, mit tudom én, ugye nyertem mindenféle versenyeket, de akár csak egy magyar bajnokságot megnyerni, amikor így a csapattársai dobálnak a fejük fölött, amikor egy teljesen elfogad a csapat, és felnéz rád, és elkezdenek hívni, edzéseket tartani. Jiu-jitsusok például, a tradicionális jiu-jitsusoknál én nagyon sokáig voltam gyakorlatilag az összes termükben edzéstartó. Az egy, hogy mondjam, rengeteg elismerést kaptam onnantól kezdve már sportolóként, férfiaktól, ami azt gondolom, hogy férfiként, fiatal férfiként megint fontos, hogy ne anyád veregesse a váladat, hogy ez az fiam, ez ügyes volt, hanem amikor manusok jönnek oda, hogy ez az cápa, ezt most megcsináltad, szép volt, ezért ez egy teljesen más hangulat. És hát ugye nyertem EB-t is, többször is, VB-t is, abszolút kategóriát is, mindent is, jött az MMA, az is az hogyha mondjuk hát hasonlítanom kéne, hogyha a brazil jiu-jitsut mondjuk a speedhez hasonlítanám, akkor az MMA a kokain. Szóval ott, ahol ütnek, párnak, rúgnak, taposnak, könyökölnek, komoly sérülésed lehetnek, ha ezért a teljesen más közeg az, amikor több pást van fönt egy versenyteremben, 6 páston küzdötök, és 6 pár küzd egyszerre, és teljesen más, amikor nem oszlik meg ez a figyelem, amikor mindenki arra a két emberre figyel, aki bejön, és ugye meccsel. Figyelj csak, mit gondolsz arról, hogy szerinted az, hogy te droghasználó voltál, és kevés, tehát amikor nem voltál belőle, akkor mondod, hogy fájdalmai voltak, fizikai fájdalmad, lelki fájdalmad, és többi, ez hozzájárult ahhoz, hogy például egy ketrezharc során te jobban viseled a fájdalmat? Nem tudom, ez is egy kapcsoló. Az életünk tele van kapcsolókkal. Ha akarom, hogy valami fájjon, akkor kurvára fáj. Egy apró izért, mert nem mosolygott rám a lánya reggel, amikor én izért nekem, érted? Mert ha akarom, hogy problémát okozzon, akkor problémát okoz. Te megtanultad az agyadban ezt. Kapcsolót, van. Így átállítani. Én például nem bírom a fájdalmat. Komolyan? Én igen, én szeretem igazából. Komolyan. Szükségem van rá. Gyere le edzés, ott meg kiderül. Sokan voltak egyszer edzésen, sokkal kevesebb az, aki visszajött. De egyébként ez egy tök érdekes dolog, valahol én is ilyen van bennem ilyen aszkéta jellem, vagy nem tudom, jelleg. Szóval, hogy nekem sem, nem tudom, nincs így parám a fájdalommal. Igazából nem is, szerintem nem, vagy nekem nem a fájdalmon van a hangsúly, noha az is jó, de hogy valahogy azáltal, hogy rutinszerűen a komfortzónámon túlra valahogy valamilyen formában eljuthatok, azáltal azt érzem, hogy fejlődök, és igazából én ennek az érzésnek vagyok a függője, hogy szerettem azt érezni, hogy most valamivel több leszek talán, nem tudom. Más azt tudod, amikor futás közben görcsöl a farizom, meg a hátsó comba a hajlító, és teljesen más az, amikor taposnak a fejedet, meg könnyekkel. Gondolom. Szóval, hogy a fájdalomnak is vannak szintjei, de tök érdekes, hogy ez is ilyen megszokható. Ugyanúgy, mint a heroin megszokható, a fájdalom megszokható, a szerelem, meg tudjuk szokni az érzéseinket. Én egyébként nekem ilyen nézét, az ember az egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen
Én azt gondolom, hogy a legtöbb ember szerhasználó, nem kell ezt feltétlenül drogosnak vagy alkoholistának lenni. Van, aki teljesen mindegy, hogy kávé, cigi, van, akinek a sorozat a tévében az adja meg azt, a mások vagyunk, ahányan annyi félnék gyakorlatilag. Én is vagyok, én inkább szerettem úgy mindennek úgy elmenni, úgy a végéig látni a végét. Ezt akartam kérdezni. Úgy tudtam valamit túllépni, úgy tudtam elengedni valamit, hogy kimaxoltam gyakorlatilag. Igen. És akkor egyszer csak így jött a Zsuzsi, akivel így az elején egy tök görcs volt az egész minden az ég egyet a világon, az első pillanatok kezdve. Azt hogy érted, hogy görcs? És hirtelen kvászörnyű volt. Az első randevunkon azt mondtam neki, hogy én nem tudom, hogy életem szerelme, vagy életem gyötrelme lesz, de mondom, ennek a végére járunk. Mi történt? Az első, hát figyelj, rosszul sütöttem el magamat sajnos, a tele voltam ilyen, hát ilyen rossz bédegződésekkel így cölöpökről, meg ilyen Zsuzsit is így, én ugye ott láttam tévében, meg újságban, meg egyszer, bocsánat, Lisszabonban repültünk az EB-re, és ott fönt volt a repülőnek az alján. És akkor kérdeztem az egyik csapattársamat, hogy mondom, ki az a bringa ott a repülőn, és mondják, hogy a Laki Zsuzsi, ő nyerte most az Európa szépe verseny. És amikor mi először találkoztunk, nekem volt egy főnököm, nagyon szerettem, a Szolcsány, a Horizonnál, és ugye vele mentem hétvégén, imádtam a Szolcsányt, nagyon nagy forma volt, egy nagyvilági figura, és hát ugye találkoztunk előtte mindenféle jányokkal, most ezt így nem részletezni, és amikor mondta, hogy na, és azt mondja, tudod, kivel ma találkozunk ma? Tudod ki? És hát mondom, főnök, ha veled akar találkozni, akkor mondom, kb. Igen. És azt mondja, a Laki Zsuzsi, azt mondja, mond neked valamit, és akkor beugrott, hogy igen, mondom, az Európa szép, és akkor mondtam egy másik gágyit, hogy az, ami színész lány volt, hogy ők jönnek, és hát ott ne várták tőlem, tudod, hogy majd én ott hanyatt esek ettől az egész helyzettől. Zsuzsi nem is volt, hogy mondjam, elsőre se jó fej nem volt, se igazából szimpatikus nem volt, nem egy ilyen szimpatikuskodó valaki, egy ilyen elég távolságtartó ember. És de hát egy csaj, érted? És hát úgy próbáltam úgy vele tüntetőleg nem foglalkozni, de hát egyfolytában őt piszkáltam, és hát itt a cölöpöket, a szívtam, a vérét, nem voltam jó fej egyáltalán nem voltam jó fej, én úgy tele voltam előtte, mondom, mindenféle ilyen rossz beidegződésekkel ennek kapcsán, meg volt a véleményem róluk, és én a Zsuzsiról is azt gondoltam, hogy ő a sokból az egyik, aki majd ugyanezt hozza. És hát kiderült gyakorlatilag az első alkalom, hogy nagyon más a jány. Nagyon furcsa volt nekem az is, hogy egy 15 éves Ford K-val jött, amikor előtte a monakói herceg a Ferrari kulcsot küldte érte, de nem vett közvetlenek, és ennek is a Playboy már 20 milliókat akart fizetni a vesztelen képéért. Most ennyit így az emberről, az emberi tartalomról, meg ezt ugye hosszasan fejtegethetném, de ilyen, ez ma maradjunk abban, hogy ma elég kevés, ritka kincs. És a másnap ugye hívtam a főnököt, és mondom, hogy add már megmondom a számát, mondom ennek a Laki Zsuzsinak, mert mondom, szeretnék beszélni, mondom, ez nagyon elbaszta. És mondja, hogy hát mindegy, elküldte a számot, én meg próbáltam először hívni, nem vette fel SMS, küldtem, mondom, szia, mondom, a faszfej vagyok, mondom, aki tegnap csinálta a műsorát, és mondom, szeretnék elnézést kérni a viselkedésem, én meg mondom, hogyha úgy van, hogy lehet róla szó, akkor találkozni, hogy ezt így beszéljük már meg egymás. Semmi. Se válasz, se semmi, telefont azóta, ugyanúgy nem vette se azóta, és azóta már föl. Ugyanúgy nem vette föl, nem vette föl, nem vette föl, nem vette föl. Majd ott fordult át ez az egész történet, hogy neki elege lett abból, hogy én ezért hívogatom őt, hogy én soha többet ne hívjam, ő találkozik velem, ezért 10 percre elmondhatom, amit akarok, ha muszáj, hogyha ezt így feltétlenül fontosnak érzem, természetesen nem jön egyedül, a csás, a telefont. Szóval nem az a hó voltál eddig típusú találkozások voltak. Akkor tényleg elmész a végéig, tehát addig hívtad, ameddig... Ja, abszolút kimaxoltam, mondom ezt is. És eljött, akkor az eleje, hát így nehezen indult, maradjunk abban a beszélgetés, de a 10 percből másfél óra lett. Utána már úgy nézett ki, nagyon úgy nézett ki, hogy már ő is akar találkozni, de még az elején nem mert egyedül jönni, jó fél évig gyakorlatilag mindig hozott valakit magával.
sose felejtem. De várjál, fél éven keresztül úgy találkoztál vele, hogy jött valaki. Aztán várjás, de nem úgy semmi, mondom, találkoztunk, kajáltunk, beszélgettünk, kávéztunk egyet, aztán mindenki ment a dolgára, semmi. De ez kurva jó, de hogy a francba csinált, hogy fordultál abba, hogy oké, kapsz 10 percet, úgyhogy fél évig rendszeresen találkoztok, ez elképesztő. Tudod, így elkezdtem, hogy mondjam neked, így utána nézni, így jobban utána kérdezni a jánynak, meg úgy egyáltalán. És így igenis az derült róla ki, hogy ott így nagyon kilóg a lóláb. Szóval, hogy ez nem ez a tipikus szépségkirálynő típus. Egy végtelenül tisztességes, óravaló kanizsai jányka, egy tényleg imádom a családját, és nagyon jó viszonyban vagyok édesapjával, és édesanyjával, és testvérével, és mindenkivel. Ez a klasszik családkép, ami úgy imádok hozzájuk lejárni. Például legtöbbször náluk karácsonyozunk, meg húsvét, meg ilyenek, mert ott zár a történet, összezár nagyon a sztori, bocsánat. És hát a Zsuzsi ezeket az értékeket hozta. Ami neked meg addig hiányzott az életedből. Ami nagyon-nagyon hiányzott. És amikor így rájöttem, hogy ki is ő, mi is ő valójában, akkor így onnantól kezdve már nem tudtam elengedni. Mm. És egyszer hozott egy helyes, kedves, meleg srácot. Az volt az első, hát ilyen nehezebb, ez egy ilyen nem túl jól sikerült rendezvú volt, maradjunk abba. A Zsuzsi ugyanúgy szokás szerint keresztbe tette a lábát, kezét, hátradőlt, akkor meg ugye dohányzott, utána már nem engedte neki, hogy összejöttünk, de akkor még dohányzott, és ugye hallgatta, hogy én a helyes, kedves, meleg srácot szórakoztatom. Hát gondolhatod, hogy nem ment könnyen, és akkor... Nem nagyon volt miről beszélgetnünk, na, megmondom őszintén, hogy az én témáim szemmel láthatóan nem érdekelték őt, és őt se érdekelték, érted, szóval, hogy ez így vicca verze nem működött. És akkor én kértem a Zsuzsit, hogy ma egy mód van rá, mondom, melegeket ne kell már szórakoztatni. Az se baj, idehozod édesanyádat, na, mondom, melegeket ne kell már szórakoztatni. Na, onnantól hordta a sorba oda. A srácokat a sorba, még nem egyszer, csak ott ült egyedül. Egyedül ott volt a nagy áttörés, és akkor én ugye, hát ugye fölcsábítottam mondjuk így magamhoz nehezen, volt egy barátom, akivel szintén az ukrán srác, vele együtt pöcköltük magunkat, csak ő Amerikában szokott le, helyem a Janov, én meg ugye itthon. És ő megjárt Amerikát, visszajött, és már akkor is egyébként, amikor elment, akkor is tök jó gitározott, de elkezdett énekelni, és ilyen tökre tetszett, amiket énekel, ilyen amerikai slágereket, meg mondom, ilyen orosz bárdokat énekelt, és az például nagyon tetszett, azt így nagyon jól tudtam azonosulni, és ugye én a Jemeljanovval így elkezdtem közösen zenélni, így írt, én figyelj, grafomán vagyok, én is vagyok ilyen manuálisan fixált, úgymond, és próbálok ilyen idegen szavakat, hát ha intelligensebbnek tűnök. Mit akarok mondani, hogy elkezdtem neki szövegeket írni. És a Zsuzsi, amikor először följött, akkor én gyorsan darángattam a Viktort is, hogy gyertya, fény meg, amit akarsz, és akkor Viktor itt létszeres állj be a sarokba, és énekeld el, énekelt egyébként oroszul is minden, de hát elénekelte azokat a dalokat is, amiket én írtam rá. És hát ott a Zsuzsinat nem akart elhinni, hogy nekem ehhez bármi közön van az ég egyet a világon. De hát a Viktor meggyőzte, hogy de ezeket bizony én írta, megmutatta az eredetieket, elénekelte eredetileg, és mutattuk neki a rajzokat, amikor ezért írtuk össze, hogy ez így. És az volt igazából így az első este, hogy ott aludt nálam. Hát ez lassan 13 éve volt. Azóta 13 éve, hát most már nagyobbik lányom, 11 kisebb. Tök romantikus, ez kurva jó. És szerelem a mai napig, az a legszebb az egészben. Te figyelj, szerinted az törvényszerű, mert mindig ezt mindenki ezt mondja, a pszichológusok is ezt mondják, hogy előbb-utóbb elmúlik a szerelem, de szerinted ez... Én valahogy hiszek ebbe, hogy ez, nem tudom. Figyelj, ez a szerelem, ez egy érdekes dolog, mert mondom, itt megint csak lehet akár a kábítószerelési párhuzamokat vonni, amikor valami az újdonság erejével hat. Amikor az első füvesszigidet elszívod, és két órán keresztül betegre röhögöd magad, az ötödiknél már nem. A szerelem is, így hogy mondjam, szerintem így ideális esetben így átalakul.
És hogyha van fejlődni hová egy kapcsolatnak, kialakul a tisztelet, mert hogy szerintem elengedhetetlen. Uh-huh. Yeah. Amikor a másikat megtiszteled azért, aki igen. a családjával együtt, a viselkedésére, az erkölcsére, akár úgy később azért, ahogy a gyerekeddel bánik. Érted? Akkor utána ez már ilyen, hogy mondjam, én a zsuzsim nélkül, a gyerekeim nélkül már nem akarnék egy percet se jönni. Mennyi idő telt el onnantól kezdődő, hogy te tisztában váltál, és megismerkedtél a zsuzsival? Hát 15-től, figyelj, számoljunk, 15-től maradjunk abban, hogy durván 25-ig ez a heroin korszak, uh-huh. 25-től 35-ig ez a sportolói, uh-huh. aktív sportolói korszak, most vagyok 45, ugye valamivel előtte találkoztunk. Én akkor még gyakorlatilag benne voltam a sportban, hozzá kell, hogy tegyem, hogy a végén, ami hát nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Próbáltam, hogy mondjam, szépen elengedni a játékot, de nem tudtam. Nem tudtam, úgyhogy nekem lett a három utolsó meccsem, az 3 zsinór KO. Ott is abszolút mellettem állt végig. Utána ennek is lett hozadéka, sajnos nekem is lettek mindenféle egészségügyi problémáim ebből a történetből, de ott is, abban is ott állt mellettem végig. Azért kérdeztem ezt, mert nekem úgy tűnik, hogy volt egy drogos időszakod, utána volt egy olyan drogos időszakod, ami a sport testesítette meg a drogot, de most olyan szépen beszélsz a feleségedről, hogy olyan, mint hogy most valamilyen szinten a családod, illetve a feleséged adná meg azt, amit korábban. De mondjuk, nem, szerintem ne drognak, mondjuk inkább szenvedélynek. Igen, de ez gyakorlatilag hasonszerű. Igen, jó, szenvedélyes, hát oké. Szenvedélyes ember vagyok egész egyszerűen. Az azt mondod, nagyon érzelmes, nagyon mély. Igen, volt egy szintén barátnőm, az anyjával nagyon jóba lettünk, talán a mai napig jóba vagyunk. És ő ilyen asztrológus volt, azt nem asztrológus volt, hanem mi az igazság, hogy írás szakértő, de így az asztrológiában nagyon elveszve. És amikor összejöttem a jánykájával, akkor mondta nekem, hogy ez fiam, hagyj engem a pimpós dumáddal, azt pontosan tudom, mit akarsz a lányomtól, veszel egy A4-es papírt, fölírod rá a nevedet, nyomtatva órára, percre, mikor születtél, és azt mondja, végén aláírod a papírt, és azt mondja, kérem. Úristen! Így indult a kapcsolatunk, a óriási spanok lettünk végül az anyával. Igaza lett, mert mondta, hogy ó, fiam, azt mondja, semmi, ez egy kufirc, azt mondja. Azt mondja, úgy leírt, figyelj, azt állítom neked, hogy a anyám nem tudná így összeírni az összes tévedésemet, a gyermekkori, a kudarcaimat, a személyiségfejlődésemen át a sikereimig a mai napig gyakorlatilag. Én ugye nyilas vagyok, nyilas aszcendens, ráadásul sárkány vagyok, és abból is tűz. És azt magyarázta, hogy azt mondja, fiam, azt mondja, a tűzzel, most ne nézzetek rám, így én nem vagyok asztrológiába elveszve, de tőle ez ilyen nagyon hihetően hangzott. Meg mondom, minden személyiségjegyemet leírt, mindent elmondott rólam gyakorlatilag. És hogy a tűzben, és hogy ez nekem igen, kellett igen, a drogozáshoz is nagyon kellett, utána kellett a sporthoz is nagyon kellett, és most gyakorlatilag ugyanezzel a tűzzel élem meg a szerelmünket. Most már talán így azt kell, hogy mondjam, ezt szerintem a Zsuzsit se fogja bántani, hogy már nem egymásba vagyunk annyira szerelmesek. Egymásnak már nem tudjuk az úgymond az újdonság élményét adni, hanem most már egy gyerekeink, mi azért vagyunk szerintem egy ilyen ideális család, mert hogy itt mindenki szerelmes mindenkibe. A hit az neked mit jelent? Hát sok minden, mert abszolút van. Én például a nagyapámtól a hitem az, amit nagyapámtól tanultam. Igazából én úgy tudom, hogy fontos ember volt az életemben. Nagyon fontos volt az életemben, nagyon fontos ember. Talán az egyetlen olyan ember volt az életemben, akivel csak pozitív emlékeim vannak. Csak pozitív visszajelzéseket kaptam tőle. Az apai vagy anyai nagyapám? Az anyai nagyapám. Az anyai nagyapám, még azt is utánoztam, másoltam mindent, ahogy eszik. Akkor vettem a levegőt, ahogy ízés. Szóval, hogy egész egyszerűen mindent úgy csinált, olyan nyugalommal, olyan szépen, úgy vágta a szalonkát, a fokhagymával, a kenyérrel, hogy egyszerűen gyönyörű volt, nagypapám nagyon szépen is halt meg, az abszolút ilyen kezelhető dolog volt, hogy
hogy ugye beteg volt, már régebb óta volt kórházban is, de kihoztuk a kórházból, mert akkor inkább otthon legyen, mert a gyógyszert azt ugye mi is tudjuk ellátni, mi is el tudjuk, édesanyám is ellátta. És otthon egész egyszerűen elaludt, az ágyamban ráadásul, az ágyamban aludt el, és nem volt egyáltalán ideges az egész, hanem így reggel fölkeltünk, édesanyám fölkeltett minket, hogy gyertek, mert a nagypapa elaludt. És akkor így bementünk hozzá, és hát lehetett látni rajta a színén, meg hát ki volt hűve, hogy már, hát így nincs benne élet. De így nem volt, nem az volt, hogy mentőér, mint a apám halálánál, amikor anyám, ugye én apámmal órákat voltam együtt. A anyám a munkahelyéről szaladt haza, és ugye akkor hívták a mentőt, nem akarták el, én azt hitték, hogy ez valami prank, hogy ez egy hülyeség, nagy bika, erős apám, hogy ez nem halt az meg. És ott jött a mentő, még próbálták újraéleszteni, anyám ordított, az egy szörnyű dolog volt, ez egy trauma volt konkrétan, ezért nagyapámnál nem. Nagyapám az így szépen elaludt, megfürdettük, megborotváltuk, felöltöztettük, gyertyát gyújtottunk, órákig még együtt voltunk, mindenki külön is együtt is, és úgy szépen ugye elbúcsúztuk, el tudtuk engedni. Figyelj csak! Wow. Egy olyan hapsi vagy, akit szétvert az élet, szétvertek mások, mégis tök kemény vagy. Mikor szoktál sírni, vagy szoktál-e sírni? Szoktam. Hogyan tudod magadban azt a kettőséget összeegyeztetni? Egy kemény férfi megengedheti magának? Én azt gondolom, hogy megengedheti magának, azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor megengedheti, ne tévedjünk, ez lehet például egy győzelem. Mm-hmm. Én sírtam el magamat versenyi, abszolút kategória győzelem után, mondom, sírtam akkor, amikor a csapattársaim dobáltak a fejük fölött. Mm-hmm. Ez egy óriási élmény. Ez egy óriási élmény. A sírtam a gyerekem születésénél. Sosem gondoltam, nem vagyok egy sírós pali. Engem gyakorlatilag anyám például az apám temetésén látott utoljára sírni. Nem vagyok egy ilyen rinyagép. Vannak olyan helyzetek, amit én se tudok, ami jelent, amit nem tudok jól kezelni. Vagy hát nem tudom, hogy nincs ez így rendben. Szóval így emberek vagyunk, érzéseink vannak. És ez is egy. Például most legutóbb ugye a film kapcsán forgattuk ezt a külön falkát, és elolvastam a forgatókönyvet, és engem nagyon megérintett a forgatókönyv, nagyon szép forgatókönyv, én azt gondolom, így olvasva. Ezzel együtt sosem gondoltam volna soha, hogy én ott idegen emberek előtt, én nem, már bocsánat, elnézést, Aureliót szeretem nagyon, a hizet, ráadásul most börtönben van, nem tudja megvédni magát, de én nem vagyok az a típus, aki itt mindenféle legbátrabb párosban, mert nem úgy sikerül, valaki elsírja magát, én mások előtt én ebből nem csinálok, vagy nagyon ritkán engedem el magam, engedem meg magamnak. Ha nekem ezt mondja valaki, hogy én a külön falkában két olyan rész is van egyszer, amikor a lányomnak magyarázom, hogy halt meg mellettem az anyja. A végénél is egészen egyszerűen, hogy mondjam nektek, az együtt, hogy részben kitalált történet számomra, mindegy, nem az én valóságom, nem a saját történetem, úgymond. Idegen emberek, kamerák, ha nekem ezt így mondja előtte valaki, hogy én ott elsírom magamat, ezt hangosan kiröhögöm. Így se engedném meg magamnak, hogy elsírja magamat, érted? Még ha jön az érzés, akkor sem. Hangosan kiröhögöm. Ott bizony kamerák előtt, ezért egészen egyszerűen, hogy mondjam nektek, nem tudtam vele nem azonosulni, és nem úgymond, nem tudom beleérezni ebbe. A filmben 12 éves lányod van. Igen, igen. Akkor azért az elég könnyen tudsz azonosulni az a szerepben. Igen, a 12 éves lányommal, de soha nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni, soha nem is fogok vele ilyen helyzetbe kerülni. Én a filmben a 12 éves lányomnak azt magyarázom, hogy halt meg mellettem egy autóbalesetben az anyja, ahol én vezettem az autót. És így ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy mondom, hogy most is gombócon a torkomba, hogy ez az egész úgymond traumatizál, úgymond ilyen posztraumás stresszt okoz, az, hogy eljátszottam bazd meg egy filmet. Uh-huh.
ez nem a saját sztorim, hanem ez egy amúgy gyönyörű forgatókönyv, amiből a film készült, meg mit tudom, micsoda, de ott a forgatáson is voltak, megmondom őszintén, olyan pillanatok, amikor fogtam a táskámat, általán kaptam, és mondtam, hogy elmentek a Pécsába mindig, és forgasson feletek a filmet, akinek hat anyja volt. Szóval, hogy egy kurva nehéz dolog filmet forgatni igazából, nagyon-nagyon nehéz dolog, nem lehet tőle nem hatásba kerülni, és utána nincs, én értem a színészeket, hogy miért isznak. Komolyan, értem. Mert egész egyszerűen azt gondolom, hogy ha egy jó színészről beszélgetünk, az ott kezdődik, hogy mindenféleképpen úgymond hatásba, érzelmi hatásba kerül a filmtől, a cselekménytől, a párbeszédtől, akármitől. Ezt akarom látni egy filmen. Yeah. Na már most ezt így nem az van ám, hogy te nem fogod magadat, és jó, akkor kamera lekapcs, és akkor fölállsz és hazasétálsz. Ha megteremted a valóság, akkor is, hogyha nem a te sztorid, valóság lesz belőle, hanem akkor is nem a te valóságod. Így van, és ráadásul mondom, traumatizálsz, hogy egész egyszerűen belegondolsz, beleérzel ebbe a helyzetbe, eljátszod ezt a helyzetet, és onnantól kezdve, mintha a valóságoddá válna ez a dolog. Szerintem ezt... érzik hozzád ez a színészet. Hogy érzed magad ebben a szerepben? Nem érzem jól. Nem érzem jól magam, mert nem vagyok, hogy mondjam, egy ilyen színész típus nekem. Ez a cölöpködést is utálom saját magunkat, nem nézem meg a tévébe. Néha tök jól fizet, ezt aláírom például, ez a legbátrabb párosbős 10 millió forintot hoztunk haza, tök jó volt, jól jött nagyon. Ezzel együtt, hogy mondjam nekem, én egy ilyen, nem mondanám introvertátnak sem magamat, hanem egész egyszerűen van egy közeg, van egy társaság, vannak barátaim, családom, mit tudom én, akik előtt ezt így megnyílok, de hogy egyébként én így eljátszani dolgokat nekem így nem megy. Én így hogy mondjam, állandóan önmagamat adom. Nem tudok nagyon kilépni ebből a dologból, és ezért az ilyen, nem szeretem máson, se szeretem, azonnal észreveszem, hogyha próbál nekem ott elsütni magát, vagy gondolhatjátok, főleg sportolóként, küzdő sportolóként találkoztam egy pár idiótával életemben. Nem nagyon tudok vele mit kezdeni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem is fog ez nekem jól állni, ez az egész dolog, sőt, az elején én konkrétan mindent az ég egyet a világon megtettem azért, hogy ne kapjam meg a szerepet. Háromszor mentem vissza úgy, hogy az e-mailt, amit átküldtek ők, hogy tanuljak meg szöveget, én azt ki sem nyitottam. És próbáltam meggyőzni őket arról, hogy nem én vagyok az, akit kerestek. Figyelj, te mennyire hiszel a sorsszerűségben? Mert olyan, mintha mindent megtennél azért, hogy valami ne úgy működjön, és érted, mégis működik engem az életed. Ha már itt a vallásra vízét visszakanyarodva, engem szeret a Jóisten, nem tudom miért. Nem tudom miért. Te túlélő vagy szerintem. Nem tudom, hogy miért, megmondom őszintén, rég meg kellett volna döglenem. Többször éreztetek újra, mondom a gyerekkori barátaimnak a jó részét eltemettem, amiket nem a kávítószer vitt el, azt a baleset, a motorbaleset. Egy harcos inkább. És mit akarok neked mondani, nem tudom, hogy ilyen, hogy az én életemben rengeteg a sorszerűség, én maradjunk abban, inkább úgy mondanám, hogy rengeteg a véletlen. Csak én ezekben a véletlenekben, hogy éppen ami jött abban, hogy mondjam, én egy olyan típus vagyok, aki úgy beleáll a dolgokba. És egész egyszerűen úgy, így beleálltam a drogba, beleálltam a később a sportba, és utána ugyanezzel az elánnal, ezzel a szívvel, elkülettel, nem tudom minek mondjam, álltam bele a házasságomba is. Amikor megláttad a mennyasszonyodat, aki a feleséged lett, akkor nem sírtál? Nem. Zsuzsi nagyon sokáig nem látott sírni. Zsuzsi előtt 10 évet akkor látott talán, így hogy mondjam, amikor volt sajnos a nagyobbik lányunkkal ilyen aszmás probléma. Na már most azt, amikor például, hogy a lányommal futok a kórházba, aki nem kap a kezembe levegőt, az akkor ott így eltörik a mécses léptennyomon, azért nem. Szóval, hogy vagyok, mondom, egy érzelmes faszklap, de legtöbbször ilyen, hogy mondjam, ez agresszióban üt ki nálam. Aha. Szóval, hogy inkább negatív dolgokat reagálok túl, nem annyira pozitívakat. Értem. És akkor az mit jelent, hogy agresszív vagy? Hát ez most nem fejteném ki, mert így is utálnak elegen. Egy embere válogatja. Például a Zsuzsival, a családommal, a gyerekeimmel sosem voltam agresszív. Tudom, az anyám is rám szólt többször, hogy legyinsd már meg azt a gyereket, nem tudom. Egész egyszerűen nem tudom. De
nem is olyan régen Zsuzsi nagyapjának a temetésén a sírásot ütöttem le. Szóval, hogy amúgy meg nem tudom jól kezelni ezeket az agressziómat, meg a ha valakin azt érzem, hogy potens, hogy, mint a kutyám, azt érzem rajta, hogy domináns, hogy agresszív, hogy ostoba, hogy zavar, hogy egyszerűen belép az ütőtávon, az intim szférámba, nem tudom, hogy nevezzem, akkor sajnos én nálam azt kapcsol még a mai napig, még mindig, hogy ütök. Talán az, akinek lezárnunk ezt a mai beszélgetést, hogy nem, előtte még van egy fontos, a Berki. Arról egy kicsit, hogy beszélnénk, hogy én amikor megkaptam a telefonszámodat, akkor egy olyan ismerősömtől, egy újságírótól kaptam meg, aki azt mondta, hogy a kereskedelmi, én nem vagyok nagy kereskedelmi televízió néző. De a kereskedelmi televíziózásnak az egyik nagyon komoly pillanata volt, amikor ti a Krisztiánnal kötélhúzó versenyt rendeztetek. Állítólag a két ember mindent megtett azért, hogy a másik a Errán cigája a győzelemét. És Buszti nyert Errán cigától. Ti előtte ismertétek egymást, ott ismerkedettek meg. Illetőleg, hogy most mit tudsz arról, hogy ő milyen körülmények között halt meg, mert azt lehetett olvasni, hogy te tisztában vagy bizonyos kérdésekkel. Ez együtt én ebben, hogy mondjam, ennek a fejtegetésében, hogy miben halt bele, így nem mennék bele. Amit én, ami miatt például ugye a legbátrabb párosba is úgy érkeztem meg, ezek szerint igen, vagyok előítéletes ember, azt hittem, hogy nem, de vagyok. A legbátrabb párosba is úgy érkeztem meg, hogy egyből utáltam a Berkit, de azonnal. És ahogy őt meg 10 napot forgattunk ott összesen, azt hiszem, és hát így tüntetőleg nem voltam vele jó fej egy pillanatra sem. Ezeket így, hogy mondjam, ő rendre tök jól kezelte. Tök jól kezelte. Elmondtam ott többször is, hogy mondom, ilyenek miatt nem nézek tévét, mint te. Mondom, egy normális országban, mondom, titkolják, hogy a világon vagy itt, meg mondom, téged mutogatnak, bazd meg. Örült neki mi? És nem, hanem így tök objektíven elkezdett nekem erről beszélni, és azt mondta, hogy figyelj, azt mondjam, ebből élek, hogy utána. 490-es instán van, vagy nem tudom, most gondolj bele, a csicska 7000-es instámhoz képest. A 490-es instán van, azt mondja, 489 ezer azért követ, mert utál. A halálomat várja, hogy mikor viszel a NAV, hogy mikor viszel a rendőr, a herém sem volt, azt mondja, kivasalva soha. De azt mondja, kerestem vele 10 millió forintot. A vasalt herémmel. És hogy mondjam, többször hagyott ott úgy a hizét át föl, ő benne, hogy mondjam, ő nem volt egy érzelmes ember. Egy tök átgondolt pali, aki így vállalta ezt a megosztó szerepet, jól tűrte, én nem tudnám, én beleőrülnék abba, hogy engem ennyien utánálna. Megmondom őszintén, nekem fontos úgymond a véleményük másoknak, akár idegen embereknek is, nem mondom, hogy mindenkinek, sőt, De hogy engem például meg tud viselni akár film kapcsán, akár egy ilyen szereplés kapcsán, egy ilyen negatív kritika belen van, hogy belállok teljesen fölöslegesen, ahol ez így leperget. Neked mindig is talán fontos volt az, hogy hogyan vélekednek rólad, illetve hogy elfogadjanak. Az elfogadás. Mindenféle. Na, gyerekkorom óta alapdinamika ez, hogy azért küzdök, azért sikerült azt elérnem a sportba is, amit elértem, mert ott az a csapat engem ugye elfogadott, és ez olyan módon képes volt motiválni, onnan Zsuzsi is ugyanaz, hogy amikor onnantól, hogy elfogadott, mint a csánuktak volna minket hátulról, és itt meglódultunk, és jött a gyerek, és minden, és szóval, hogy nekem igen, ez így kell, én gyerekkorom óta küzdködöm ezzel a helyzettel, így az elfogadással, igen, családra vezethető vissza, de nem szeretnék ebbe úgy nagyon belemenni ebbe a dologba. Ez egy sokrétű dolog, és időnk sincs, kedvem sincs erről most már így ennyit beszélni, hanem egész egyszerűen igen, tök jól mondod, és igen, itt sajnos, vagy hát nem sajnos, én például celebnek is azért vagyok szar, vagy hogy így azért lúgok ki ebből a sorból egészen egyszerűen, mert hogy engem ez az egész közeg ez nem éltet azzal együtt, hogy
sóer köcsög vagyok, igen, és tök jó fizetés ízét. Egész egyszerűen próbáltam az első pillanattól kezdve, onnantól, hogy megismertem a Zsuzsit, próbáltam úgymond átfordítani ilyen, hogyha úgy voltam vele, hogy nem létezhet az, hogy tényleg mit a köcsögöket. Nálunk valamiért ebben az országban megnézed, annyira kontraindukív a média, hogy egészen egyszerűen valóban azoknak a véglényeknek az életét, most például a legújabb imádom, az meg az összes videóját láttam Varga Irén. Miről beszélgetünk? Ahhoz képest a Berki? Igen. A magas iskola volt, ne tévedjünk. Szóval, hogy itt ez az alja, ez a posvány, ez az ócska pöcegödör, és nem tudom, hogy miért érzem ezt ilyen küldetésnek, ilyen, hogy én szeretném azt, hogy ha ezzel együtt ebbe a posványba, ebbe az ócska hitvány pöcegödörből is valahogy ki tudni jönni úgy, hogy én szeretném, hogy a feleségemet is rengeteget bántották, rengeteg ilyen, hogy mondjam, az elején hozzászólásokat kapott, teljesen ok nélkül, teljesen ok nélkül ismerem elég jól a feleségemet, nem vettem volna el. A minden ok nélkül engem is bántottak, hogy na, leszokott heroinista, ócska bűnöző, tolva ízét, mit tudom én, beleakadtak mindenbe, amibe lehet az egész. És én igazából van ezzel kapcsolatban van egyfajta, nem is tudom, küldetéstudatom, hogy én így szeretném így ezt a véleményt úgymond így átfordítani, és szeretném azt hinni, hogy itthon lehet valaki úgyis ismert ember, hogy általában az embereknek jó vélemények van róla. És én azt gondolom, egyébként mostanában kezd úgy utolérni minket ez az egész történet. Most is van az, hogy például egy megjelenő cikk kapcsán így van egy-két-három pár tényleg már negatív hozzászólás, most már, és ennek bármilyen furcsa, de ez örömmel tölte, hogy gyakorlatilag vadidegen emberek védenek meg. Aha. Vadidegen emberek attól, hogy te miért írod ezt, te fogalmat sincs, és egy tök normális, és én szeretném azt mondani, hogy igenis mi egy normális pár vagyunk, olyan értékeket követünk, tartunk fontosnak, amitől előre megy ez a világ, nem próbálunk szerepelni. Ez a szójár itt a nyelvemben már régóta, mert ebben rendszeresen visszatér ebben a műsorban. Az, hogy önazonos vagy, önmagad vagy. Igen. És ez már önmagában szerintem tök nagy érték, az, hogy nem szerepet játszom, nem az, hogy én vagyok az, akit utálni kell ebben az országban. Igen. Én vagyok. És így igen, szóval szerintem az, amit mondtál, hogy a Krisztiánról ezek így leperegtek, ezt nem tartom olyan, most ezt nem negatívumból mondom, de hogy nem tartom olyan achievementnek azért, mert nem az ő, tehát a kritikák nem az ő őszinte érzéseit érték, hanem azt a platformot, amit ő teremtett. És halott emberről azt mondják, jót vagy semmi. Úgyhogy ezt hiába fejtegetjük. Ezzel együtt ne tévedjünk, a Berki az egy komoly korszakot a képvisel a celeb médiában. Ez nem a Berkit minősíti, ez a médiát minősíti, maradjunk abban. Ez az, amiből így próbálunk semmi. Minden módon, azzal együtt, hogy most itt ülünk és beszélgetünk, igen. És köszönöm szépen a lehetőséget, de ez az, amitől így próbálunk a lehető legtávolabb maradni. Ja. Szerintem azzal, hogy ilyen vagy, amilyen, és hogy tényleg az vagy, aki más jobbat nem is tehetsz igazából. Nekem végig az érzésem, hogy tök fasza veled beszélgetni, és kurvára élvezem. Kapcsoljuk a kamerát, menjünk el valahová, üljünk el a Dunaparton, és dumáljunk csak nem most, mert most elegem volt a mai napból. Szauna. Még szóval én nem szaunáztam. Az, mert megmondom őszintén, hogy interjú előtt beelmentem, szaunáztam egyet, tök jól esett, csak most meg már azt érzem, hogy tele szeretnék hazaérni. Világos. Is. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Tök jó éreztük magunkat, és minden jót nektek. Az egész családnak. Jó? Szépen. Köszi, nektek meg azt köszönjük különnek, hogy feliratkoztok, követtek bennünket, megnézitek a műsort és kommenteltek, úgyhogy legközelebb találkozunk. Köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra. Minden jót. Legyetek kedvesek egymással. Igen. Köszönjük Csá. Szépen.